Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon televízió híradóját látják, Sajhú Zénó vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Lakásügyek, politikai felelősség, kérdések a pécsi városházi nyomozásról. Új e-buszok érkeznek Pécsre, decembertől lesz zöldebb a helyi járműflotta. Marad a pécsi villamos, sikerült megtartani, de költöznie kell más helyszínre. Csábító műszaki szakmák, pályaválasztási rendezvény Pécsen. A pécsi városházi nyomozásról kérdezte a polgármestert az ÖPK-DNP frakcióvezetője. Köveri János szerint politikusok is érintettek lehetnek az ügyben. A képviselő támogatja a független vizsgálóbizottság felállítását. A kérdésekre azt a választ kapta, hogy azokra csak az ügyészség tud válaszolni. A lakásügyet érintő nyomozásról kérdezett a pécsi képviselő a testületi ülésen, erről már beszámoltunk kedden. Szerdán azt kérdeztük Kővári Jánostól, hogy milyen választ kapott a városvezetőtől. A polgármester hárította az ő felelősségét, miközben az kiderült, hogy nem hogy egy hete, hanem három hete megkapták már ezt a levelet. Tehát volt ideje arra, hogy akár belső vizsgálatot kezdeményezzen, ezt egyébként kérdeztem, hogy ez megtörtént, azt mondta, hogy ez nem az ő dolga. Mire visszaidéztük ugye a választási programját, ahol azt ígérte, hogy oldaltól függetlenül minden kényes ügyet kivizsgáltat, és a felelősöknek el kell számolniuk. Hát ezt most is megtette volna. A polgári oldal politikusa szerint a területet felügyelő alpolgármesternek és a lakásügyekben döntő bizottság elnökének is tudnia kellett a bűnügyről. Őneki közvetlenül is kellett, hogy legyen tudomásuk ezekről a tevékenységről, hiszen ők konkrétan felügyelik. Mindannyian hárították a felelősséget, mondván, hogy majd az ügyészség a nyomozást elvégzi, és akkor kiderül, hogy kik a felelősök. Ettől függetlenül vizsgálóbizottság felállítását indítványozta a közgyűlésen a korábbi alpolgármester Bognár Szilvia. Kövári János azt mondja, támogatják ezt az elképzelést. A képviselőasszony azt indítványozta, hogy külsős tagok legyenek, tehát ne politikusok. Ez egyébként helyes, hogy semmilyen módon politikai befolyásra ne kerülhessen sor. Ez az ügy, ez egy büntetőjogi kérdés, úgyhogy ebben leginkább szakjogászoknak van értelme részt venni az ilyen bizottságokban. Mint ismert, egy hete derült ki, hogy a kaposvári ügyészség nyomoz a pécsi polgármesteri hivatalban. Két dolgozóról kértek információkat, akik a lakásosztályhoz köthetők. Ez alapján lehet arra gondolni, hogy kenőpénzért utaltak ki önkormányzati lakásokat Pécsen. Az ügy politikusokat érintő hátterét szeretnék tisztázni az ellenzéki oldalon. Egyelőre alacsony nyomáson, de újraindult Magyarországra a barátság vezetéken keresztüli kőolajszállítás, amely előző nap leállt az ukrajnai energetikai hálózatot ért orosz rakétatámadások miatt. Jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter szerdán Belgrádban. Magyarország energiaellátásának biztonsága nem volt veszélyben azokban az órákban sem, amíg nem volt kőolajszállítás, tekintettel arra, hogy a felelős energiapolitika keretében olyan jelentős készletek állnak rendelkezésre, amelyek nyomán az ilyen kimaradások nem veszélyeztetik az energiaellátásunk biztonságát, közölte. A keddi orosz légicsapásokban megsérült Ukrajnában a Magyarország kőolajellátásának gyakorlatilag egészért felelős barátságvezeték működését biztosító egyik transformátorállomás. Új elektromos buszok szállíthatják majd a pécsieket decembertől. Erről is beszélt a helyi járatokat működtető önkormányzati cég vezetője a héten. Bánkuti István szerint újabb környezetkímélő járművek beszerzése is lehetséges, azonban ahhoz jelentős önerőre lenne szüksége a városnak. Ami biztos, hogy ünnepekre már 18 e-busz állhat forgalomba a Baranyai megyeszékhelyen. Érkeznek az új elektromos buszok Pécsre. Erről beszélt a héten a tőkebusz vezetője a kommunális bizottság előtt. December, még karácsony előtt megjönnek, remélik, hogy be is tudjuk állítani őket. A környezet kímélő elektromos buszok beszerzése folytatható-e? Ezt kérdeztük az új járművek kapcsán a cégvezetőtől. Van egy zöld busz program, amiben már lesz csuklós busz, és úgy hallatszik. Nekünk csuklós buszra van szükségünk, új csuklós buszokra, néhányra. Egy elektromos busznak a vásárlása akkor gazdaságos, hogyha legalább azt mondom, egy 70%-os intenzitás, tehát támogatás van rajta. Egy elektromos busz az pontosan nagyjából a duplájába kerül, mint egy dízel busz. De
ugyanarra a célra használjuk, olyan csodát nem lehet vele megtakarításba, mert az áram is már nagyon drága. Tehát jó lenne, ha lenne, de ahhoz pénz kell. A 30%-ot akkor is valakinek ki kell köhögni. Azt még nem tudni, hogy erre a 30%-os önrészre mikor tud forrást biztosítani a pécsi önkormányzat. A bizottsági ülésen kiderült, hogy decembertől 18 elektromos busszal a flottájában végezheti a közösségi közlekedés lebonyolítását a tükebusz. Január 1-től nem kell majd bemutatni a jogosítványt és a forgalmi engedélyt közúti igazoltatáskor, és ezért semmilyen módon nem szankcionálhatják a vezetőket. Azonban ez a könnyítés csak azokra vonatkozik, akiknek Magyarországon állították ki a jogosítványát, és járművük is szerepel a magyar nyilvántartásban. A rendőrök évek óta elektronikusan ellenőrzik a Belügyminisztérium nyilvántartásában szereplő adatokat a náluk lévő több funkciós kézi számítógéppel. Ezzel meg tudják nézni az igazoltatott vezető személyi adatait is, illetve hogy van-e érvényes jogosítványa az adott jármű kategóriára, valamint nem tiltották-e el a vezetéstől. Kedvező fordulatot vett a pécsi villamos, ugye? November elején még arról lehetett hallani, hogy el kell szállítani a járművet a Baranyai megyeszékhelyről. November közepén a járművet működtető egyesület közölte, önkormányzati segítséggel maradhat a városban a villamoskocsi. A pécsi villamost fotózza ez a nő a Ferencesek utcájában, azonban erre már nem sokáig lesz lehetőség, így gondolták még november elején. Az a hír járta a városban, hogy elszállítják a Baranyai megyeszékhelyről a villamoskocsit. Pécsi térsége közlekedésért egyesület nagyon ügyesen megszerezte ezt a városnak, úgymond, és kiállították itt még Annó Páva Zsolt városvezetésének idejében. És hát nagyon jó lenne az, hogyha sikerülne ezt az emléket megtartani, hiszen csak most, amíg a sajtóra várakoztunk, itt önök is láthatták, hogy fiatalok, idősebbek sokasága, akik elmennek, megcsodálják. Nagyon sokszor látni, hogy turista csoportok, tényleg iskolás gyerekek itt körbeugrálják, felszállnak a villamosra. Tehát egy élményt is jelent, egy ipartörténeti élményt is a pécsieknek. A képviselő abban bízott, hogy sikerül a villamost a Baranyai megyeszékhelyen tartani. Közben kedvező fordulatot vett az ügy. A pécsi villamost üzemeltető szervezet közölte, megmenekült, azaz Pécsen maradhat az ikonikus jármű. Mint írták, a Ferencesek utcájából mindenképpen téli álomra kell menniük, de hosszú távú megoldás született. Így Pécsen marad és megújult formában várja majd a látogatókat. Az érdeklődők november 19-én és 20-án még a régi helyén láthatják. A jármű egyébként az egyesületnek köszönhetően 10 évvel ezelőtt került Pécsre. Most az önkormányzat segítségével maradhat a helyi látványosság, várhatóan a Balokányba szállítják át. Az előző héten országszerte 4431, Baranyában 257 új fertőzöttet igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta 2.157.995-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, közölte a múlt heti összesített adatok alapján szerdán a koronavírus.gov.hu. A kormányzati portálon azt írták, meghalt a múlt héten 73, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48.184-re emelkedett. A gyógyultak száma 2.091.278, az aktív fertőzötteké pedig 18.533. Jelenleg 749 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10 vannak lélegeztetőgépen. Baranyában 257 új fertőzöttet igazoltak, számuk a járvány kezdete óta 94.026. A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. Hangsúlyozták, a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. Hőkamerák, műszersimogató, számtalan kézzel fogható eszköz, kipróbálható gyakorlati feladat, műszaki pályára hanguló élő show. A Mi a pálya műszaki pályaválasztó fesztiválon olyan szakterületekkel, elektrotechnika, elektronika, gépészet, épületgépészet, távközlés, informatika, vegyipar ismerkedhettek meg a pályaválasztás előtt álló fiatalok, melyek az okos és fenntartható megoldásokat, innovációkat alkalmazó jövő világát is működtetik majd. Az országos rendezvénysorozat pécsi állomásának a Gandhi Gimnázium adott otthont.
Ajándéklabdákat dobnak a gyerekeknek az EON munkatársai a Mi a pálya elnevezésű műszaki pályaválasztó rendezvény pécsi állomásán. Az általános iskolás gyerekeknek mutatták be itt, milyen szakmák közül választhatnak a tovább tanulás során. Szakmát mindenképpen, és utána meg majd eldől. Válaszolt ez a lány arra a kérdésre, hogy mit szeretne tanulni az általános iskola befejezése után. Az EON-nál azt mondják, ott kell lenniük a döntés pillanatában, hogy a tehetséges gyerekek majd náluk dolgozzanak szakemberekként. Ezért vesznek részt ezen az eseményen is. Már a képzésüknél jelen kell lennünk, úgyhogy ennek szellemében az EON a duális képzésben jelen van, a középfokú és a felsőfokú képzésben is. Itt most a Mi a pálya programon szeretnénk a pályakezdő fiataloknak megmutatni, hogy milyen izgalmas világ az, ami az energetikában várhat rájuk, hogyha ezt a szakmát választják. Az a célunk, hogy olyan élményeket mutassunk nekik, amivel tényleg ki tudják próbálni, hogy a valóságban milyen eszközökkel fognak majd dolgozni, milyen kihívásokra számíthatnak. Az országos rendezvénysorozatot minden évben megtartják, bár a Covid miatt ki kellett hagyniuk egy évet. Céljuk, hogy élményeken át ismertessék meg a fiatalokat a műszaki szakmákkal. A cégekkel együtt mutassuk meg a műszaki pályák világát a gyerekeknek, próbáljuk ebbe az irányba orientálni őket, illetve segítsünk a pályaválasztásban. Egy év valóban kimaradt, Budapestről indult 2015-ben, következő évben folyamatosan volt Pécsen is ez a rendezvény, élmény alapon, tehát próbáljuk segíteni a gyerekeket, megmutatni a szakmák, az ágazatoknak a szépségét. Ha kedvet kapnak, az a nyert ügyünk van. Pécsett a Gandhi tornacsarnokában több mint 10 cég, a helyi szakképzőiskolák, a helyi iparkamara is részt vett az eseményen. Összesen 1200 általános iskolás regisztrált a Mi a pálya műszaki pályaválasztó rendezvényre a Baranyai megyeszékhelyen. Záporozó kérdések, kíváncsi tekintetek, egy osztálynyi diák szerdán megtelt a Pannon Televízió szerkesztősége harmadikosokkal, akik a PTE gyakorló általános iskola és gimnázium egyes számú általános iskolája pályaorientációs napjának keretében érkeztek, hogy megismerjék a médiában zajló munkafolyamatokat. A stúdióval és a súgógéppel ismerkednek épp a harmadik osztályos gyerekek a Pécsi Tudományegyetem egyes számú gyakorlójának pályaorientációs napján. A tanulókat a híradókészítés érdekelte leginkább, azon belül is a hírolvasás. Készültem rá, nagyon sokat olvastam, átolvastam, és gondolkodtam is rajta, hogy hogyan lehetne. És... igen, nagyon készültem rá. A pályaorientációs nap lényege, hogy a gyerekek testközelből ismerjék meg a különböző munkaterületeket, szakmákat, hivatásokat. Izgultam, de most így rájöttem, hogy szerintem jó lesz. A látogatást követően több fiatalnak is felkeltette érdeklődését a média világa. Néhányan újságírók, mások inkább operatőrök, de a legtöbben bemondók szeretnének lenni. Az idén karácsonykor átlagosan 15 ezer forintot költenek játékra a magyarok az online üzletekben, és 11 ezer forintot a hagyományos áruházakban. Az átlagos érték 15%-kal haladja meg a tavalyit egy felmérés szerint. A játékpiac legerősebb időszaka november közepén indul. Az ünnepi szezonban jellemzően több és magasabb értékű játékot választanak a vásárlók, ilyenkor akár 6-szorosára is nőhet a kereslet. A legkeresettebb kategóriák évvégén a társasjáték, kártya, a kreatív fejlesztő játékok. A kutatás szerint a megkérdezettek 35%-a 15 ezer forintnál magasabb értékben, 32%-a 10 ezer forint és 15 ezer forint között, 25%-a pedig 5 ezer és 10 ezer forint között választ meglepetést az idén. A válaszadók fele novemberben, egyötöde viszont már októberben elkezdi a karácsonyi ajándékok beszerzését, decemberre csak 10-ből egy vásárló hagyja azt. A régió híreivel folytatjuk. Bőven van munka még Szekszárdon is, erről beszélt a Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Móring József kedden látogatott el a Tolnai megyeszékhelyre, ahol Horváth István országgyűlési képviselővel és a város vezetőivel tárgyalt. Kiemelte, az ország ezen területe több szempontból is a legrosszabb mutatókkal rendelkezik. Ezt a hátrányt kell ledolgozni.
Most egy hónapon belül most találkozok már. Szekszárd alpolgármestere fogadta Móring Józsefet. A Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos kedden érkezett a Tolnai megyeszékhelyre, ahol hosszasan tárgyalt Horváth Istvánnal, a térség országgyűlési képviselőjével és a település vezetőivel. Gyurkovics János azt mondta a tárgyalás után, hogy mások mellett Szekszárd vízgazdálkodási rendszeréről is tárgyaltak, és a tervek szerint a település határában egy új tározót alakítanak majd ki. Szekszárd-domborzati viszonyokból adódóan itt vannak olyan időszakok, amikor gyorsan ki kell vezetni a vizet, és vannak olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon jó lenne megtartani, és hát természetesen ezáltal víztározók öntözési lehetőségeknek a bővítése, amivel biztonságos termelést tudnánk megvalósítani. Dr. Gábor Ferenc, Szekszárd jegyzője arról beszélt stábunknak az egyeztetést követően, hogy a témák között mások mellett kiemelt helyen szerepelt a Tolnai megyeszékhely úthálózatának fejlesztése és kerékpárutak létrehozása. Tájékoztatok arról, hogy a meglévő kerékpárutakhoz szeretnénk a város kerékpárútjaival csatlakozni, így a Paksi-Paksoly Tolnán keresztül érkező kerékpárútról szeretnénk csatlakozást kialakítani, illetve a Siú megvalósult kerékpárút hálózathoz szeretnénk csatlakozni, és a déli városrészben pedig a Száka bekötő útra szeretnénk rácsatlakozni kerékpárútra. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője nem sokkal a találkozó után arról beszélt, több olyan fejlesztésről is sikeresen tárgyaltak a kormánybiztossal, ami nem csak Szekszárd, de a régió érdekeit is szolgálja majd. A Tolna megyei kórházban lévő infrastruktúrális fejlesztéseket végigbeszéljük, aminek van egy rövid távú része a 2026-ra elkészülő szülészeti nőszati blokk, illetve az egész kórház működését meghatározó kórház tömbösítési elképzeléseknek a bemutatása, és ebben kértük kormánybiztos úr segítségét, hogy ezt ő is képviselje maga csatornáin. Móring József kiemelte, a Dél-Dunántúli régió több szempontból is a legrosszabb mutatókkal rendelkezik Magyarországon, ezt a hátrányt kell ledolgozni. Ebben a folyamatban elengedhetetlenül szükséges az, hogy azok a beruházások, amelyek elkezdődtek, illetve megtervezésre kerültek, de forrás hiány miatt nem kezdődtek el, Szekszárd városának tekintetében ezek mi hamarabb elindulhassanak. A Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos a nap során más településvezetőkkel is egyeztetett, így járt például Tolnán, Faddon és Bogyiszlón is. Az önkormányzatok számára komoly kihívást jelent az energiaárak emelkedése. A lehetőségei kihasználásával arra törekszenek, hogy a kormányzati előírásoknak megfelelően minél többet spóroljanak. Van, ahol több intézményt bezártak, illetve összevontak. Nagybányokon például hosszabb távú tervek is kialakulóban vannak egy térségi energiatároló kialakítására. Állandóan ugyanazt az értéket mutatja a villanyóra a Cikói könyvtár falán. Az épületet ugyanis most nem használják. Átmenetileg ugyanezt történik a helyi tájházakkal, a sportpálya öltözőjével is. A képviselőtestület mások mellett ezeket az intézkedéseket hozta meg, hogy takarékoskodni tudjanak. Az ingatlanokban őrlángon megy a fűtés, a szolgáltatásokat pedig egy helyre költöztették. A művelődési házunkban próbálunk minden programot szervezni. A művelődési házunkon napelem található, ami biztosítja a fűtést is, meg az áramellátást is, úgyhogy ez az egy épület, amit használunk. Cikón előre menekülnek, az óvodában is már korábban elvégezték az energetikai korszerűsítést. A polgármesteri hivatalban pedig most megváltoztatták a munkarendet, hogy ezzel is takarékoskodjanak. Péntekente home office dolgoznak a kollégák, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap akkor le van kapcsolva a fűtés. Az energia óvatos felhasználására korábban a kormány kérte az önkormányzatokat. A cél, hogy nagyjából 15%-ot spóroljanak az állami és önkormányzati fenntartású épületeken az idei téli szezon alatt. Nagymányokon rövid és hosszú távú elképzelésekkel kezelik az energiaválság hatásait. Bezárt például a sportcsarnok és a művelődési ház is. Azokat az intézményeket, amelyekben gyerekek vagy idősek töltik mindennapjaikat, továbbra is fűtik. Momentán csak tapogatózás van, úgy gondolom, nem csak az én részemről, hanem mindenhol. A polgármesteri hivatalban bevezették a pénteki home office-t, a város közvilágításának fényerejét pedig felére csökkentették. Hosszú távon azonban egy másik koncepció van kialakulóban.
Kalbéda szerint nagymányoknak megvannak az adottságai arra, hogy megoldást találjanak az energiaárak emelkedésének kezelésére. A tervek szerint a következő 15 évre képesek lesznek a kisebb térségben megtermelni az ingyen energiát. Energia közösség vagy egy energiaszövetség létrejöhessen egészen lokálisan, és csak egy ilyen havária csatlakozás lenne az országos hálózatokhoz. A kezdeményezés lényege, hogy több település összefogásával úgy termelnek villamos energiát, hogy megközelítően 50 órányi mennyiségre tároló kapacitást hoznak létre az egykori bánya területén. Mindehhez, mondja Karl Béla, arra van szükség, hogy jogszabályi környezet átalakuljon, mert ha ez bekövetkezik, akkor a kezdeményezés mintaértékű lehet az ország más kis régiói számára is. Mint az olimpiai lángot, váltófutásban hozták el a biztonság stafétáját Kaposvárra. Az öt megyén átívelő bűnmegelőzési programsorozathoz Gyenesei Leila öttusázó olimpikon is csatlakozott. Óriási ködben rendőri felvezetés mellett érkeztek meg a futók a Taszári váltóponthoz, kezükben a biztonság stafétáját jelképező zászló. Ezt az Atalai megye határnál vették át a tolnai rendőröktől, majd Csoma, Nagyberki Baté és Taszár érintésével hoztak el Kaposvárig. Miután novemberben van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, így a somogyi programsorozat is e témaköré épül fel. Gyerekotthonokba, lakásotthonokba megyünk az IOM-mel közösen, drámapedagógiai módszerekkel magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy mit jelent az emberkereskedelem, mit jelent a prostitúció, ezen túlmenően az EURES segítségével, a külföldi munkavállalásról adunk tájékoztatást középiskolás gyerekeknek. A mi rendőreinket képezzük, egy érzékenyítő tréninget tartunk nekik ebben a témában, és igyekszünk média megjelenéseket is elérni, hogy ezek a témák mindenki számára világosak legyenek, és hogy van segítség, tudunk segítséget adni, hogyha arról van szó. A Kaposvári Eötvös Loránd műszaki technikum több diákja, illetve oktatója is részt vett. Nagyon szívesen jelentkeztek a feladatra, hiszen ugye a témakör is nemes, és nagyon fontos ugye a nők elleni erőszak témaköre. A felkészülés vonatkozásában ugye futó edzésekkel készültünk a megmérettetésre, és hát rendészekhez méltóan, mint látható, ugye a csapat zöme teljes felszerelésben, tehát úgynevezett bakancs súranóba és az egyenruhába vesznek részt a futáson. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság épülete előtt a fiatalok a 112-es segélyhívót is megformázták jelképesen. A biztonság magában, hogy tudok számítani valamire, valamilyen közösségre, barátokra, akárkire tudok számítani, és tudok valakihez fordulni. A fiatalok szerint a rendőri pályában leginkább a segítségnyújtás lehetősége a vonzó számukra. Én úgy gondolom, hogy a biztonság az egy nagyon fontos dolog, főleg most a 21. században, és nem csak a nőkre, nem csak a gyermekekre való veszélyek, hanem úgy bárkire. Szóval az interneten való bűnözések, a fenyegetések, stb. És úgy gondolom, hogy ha ezzel egy picikét is biztonságosabbá tudjuk teremteni a társaságunkat, hogy ezzel megihletünk valakit arra, hogy igenis csatlakozzon a rendőrséghez, hogy legyen ő az, aki kergeti a bűnt, akkor ez már megérte. A kezdeményezéshez Gyenesei Leila öttusázó olimpikon is csatlakozott, aki az áldozattá válás megelőzésére épp úgy felszerette volna hívni a figyelmet, mint az egészséges életmódra. A sport az mindenhez egyfajta kapaszkodó lehet. Hogyha van akinek jó a kedve, akkor azért, mert még jobban feldobja és tele lesz tőle energiával. Hogyha valamilyen probléma adódik az életében, akkor pedig azt is sokkal könnyebb áthidalni nekem, hogyha egy picit így össze-vissza van a fejem, szeretném, hogyha tisztábbak lennének a gondolataim, vagy van egy nehezebb időszak az életemben, vagy zsúfoltabb időszak, akkor is mindig szakítok időt a mozgásra. Egy védettházban forgatott dokumentumfilm vetítése tette teljessé. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer. Lakásügyek, politikai felelősség, kérdések a pécsi városházi nyomozásról. Új e-buszok érkeznek Pécsre, decembertől lesz zöldebb a helyi járműflotta. Marad a pécsi villamos, sikerült megtartani, de költöznie kell más helyszínre. Csábító műszaki szakmák, pályaválasztási rendezvény Pécsen.
Csütörtökön felhős lesz felettünk az ég, délután a Dunántúlon szakadozhat fel a felhőzet, és süthet ki hosszabb, rövidebb időre a nap. Mérsékelt lesz a nyugati, északnyugati szél. Hajnalban 5-8 fokot mérhetünk, a délutáni órákban 11-13 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!